És végül egy kis utolszó, a honlap dizájn és honlap navigációs menütrendek 2010-ig előadáshoz. Mi változott a honlapok menüstruktúrájában 2014-re? Korábban bemutattam a honlap menüstruktúra és dizájn összehangolt működését éppen az Apple.com menüstruktúrájában 1997-től 2010-ig. Engem érdekel, hogy milyen ma. Érdekli? Megmutatom. 2014-ben ilyen megtaláltam. Továbbra is ott van fönt az a bizonyos vízszintes menü. Stabilan. Az üzenet az változott. Most éppen a családi összetartozást erősíti. Plusz ráadásként a gyermekeinknek is egyszerű használni. Mindazt a technológiát és azt az eszközrendszert, amit az Apple.com biztosít. Lényegében ugyanaz a menüstruktúra működik a háttérben, mert bevált, mert a vevők konvertálnak. És mert a vevők sokkal lassabban változnak, mint a technológia. A második rétegben ezt látom. A termék oldalakon. A szolgáltatás oldalakon. Egyszerű, letisztult design. És egyre szűkebb, egyre kevesebb vizuális inger ér, miközben a közösség és tanácsadás oldalra navigáltam. Igen. Ma szolgáltatás orientált üzleti modellben kell gondolkodni mindenkinek, ez röviden a szó. Termék plusz szolgáltatás plusz tanácsadás tréning. Én is ezt igyekszem tenni. Mert úgy látom, hogy erre van a legnagyobb szükség, és erre van a megfelelő fogadókészség. Na de hol a bevétel? Hát, a vállalat és a vállalkozás egészét kell néznünk, ha a bevétel struktúráját tervezzük. A termék eladja a szolgáltatás eladja a termékeket. Minél többet tud a vevő, annál többet rendel. A tudás eladja a terméket és a szolgáltatást. Ez is egyfajta tudás alapú vállalkozás. És gyakran ebben az összehangolt rendszerben van a bevétel, nem a megszokott hagyományos módon, és egyes területek, talán éppen a szolgáltatás rész. Örülünk, ha nullára jön ki, de eladja a terméket, lefedi a piacot, erősít bennünket a versenytársakkal szemben. És ma még három új rövidítést is célszerű figyelembe venni, megtanulni, azt nem mondom, de nem baj, ha tudjuk, miről van szó csípőből. So, low, mo. Social, local, mobile. A vevő közösségben véleményt ad és kap, mégpedig mobilon keresztül, majd a helyi kereskedőt választja abban a mobil cellában, ahol éppen tartózkodik. Na ezért hirdetünk mobilra, és ezért responszív a honlap sablon. És már Magyarországon is a felmérések szerint minden második mobil internet birtokos legalább egyszer vásárolt az interneten mobilról. És elértük a 40% fölötti lefedettséget. A 40% lefedettség, ez azt jelenti, hogy 40%-nyi a magyar vevő közönség azon aránya, amelyik képes mobilon rendelni. És milyen különös, éppen az Apple.com csak részben responszív. Ezért sokan meg is szólják őket. Látható a nyitó oldalon, hogy ez messze nem responszív. A második oldalak, a réteg oldalak már közelítenek a responszivitáshoz. És talán ebben is előbbre járnának, ha Steve Jobs még közöttünk volna. Minden esetre sokáig nem kerülhetik el. Van azonban egy másik szó, a restful design, amivel megküzd most minden nagy többek között az Apple.com is. Azt jelenti, hogy a weblapnak, a weblap programjának és minden egyéb alkalmazásnak egyformán jól szinkronizáltan kell megjelenni, ha iPhone-on, ha iPad-en, vagy éppen egy laptopon nézem. Mindegy. Mindegy, milyen eszközzel, ugyanez Windows, Androidos telefon, totál mindegy. Ez ma egy komoly kihívás, de ez nem a mi kihívásunk. Igen, ma a saját lapunk ezzel együtt előbb lehet responszív, mint az Apple.com részben persze. Mert a használt programok és a biztonság diktálja. Ez mindig vállalkozás függő.
de egy biztos, a nyitó oldal, a marketing üzenetek és általában a webáruház mindenképpen lehet és legyen is responszív. Erre az a megoldás, egyetlen portál, több honlapból. Legyen 2-3 külön adatbázis azonos grafikával, és közülük egy legyen legalább responszív. Így, ahogy itt a képen látható. Ugye milyen jók a modulhelyek? Milyen jól mutatja, hogy hogyan változnak? És erre messze menőkig figyelemben kell lenni, akkor, amikor a programot választom, a modul lehetőségeket választom, és a grafikát, a dizájnt választom. És van valami, ami nem változott, és ez nem is fog, erre biztosan építhetünk. Az emberek nem azt veszik meg, amit csinálsz, hanem azért veszik meg, amiért csinálod. És ez a honlapokra is érvényes. Éppen Steve Jobs és az Apple.com sikere, amely inspirálta Simon Sinek aranyköreit. Amikor ez a három egyensúlyban van, akkor jól megy a cégnek. Miért? Ez az első kérdés. Hogyan, és csak végül a mit? Miért készítem, mit akarok elérni, milyen értéket kínálok? Hogyan teszem azt? És mit használok? A weblap is csak az egyik. Egyik része az üzleti tervnek. És ez a hármas egység, ez az emberi döntéshozás biológiája. Az emberek akkor és azokat követik, akik értéket közvetítenek számukra. A kommunikáció tervezésénél tehát ne az vezessen, amit kínálsz. Nem nagyon érdekli, ezért szokták mondani, hogy már csak a minőséggel, olcsósággal nem lehet igazán jól eladni. Persze tudom, hogy a piacon még az olcsósággal igen. Tehát a kommunikáció tervezésénél ne az vezessen, amit kínálsz, hanem az, hogy miért kínálod azt. És ha ezt jól megfogod, a magyar piacon is van bizony vásárlóerő, és meg lehet és meg is kell találni őket. Így. Ha bővebben érdekel ez a könyv, vagy ez az előadás, magyarul is elérhető, és már ennyien megnézték 2009 óta. Valami van benne. És köszönjük azoknak, akik magyarul is elérhetővé tették. Végül csak listaszerűen összefoglalom. Hogyan tervezzünk minden igényt kiszolgáló weblapot lépésről lépésre? Ezt az előadást, prezentációt, slideshare prezentációt le is lehet tölteni, munkaeszközként otthon használni. Miért? Miért készítek honlapot? Kiket célzok meg? És jönnek a kérdések, amelyekre a válaszokat lépésről lépésre meg tudjuk adni. Ha kell, együtt megcsináljuk. Milyen üzleti területen, mennyire telített piacon, milyen erős a konkurencia, milyen létszámú a nyelvterület. Mert a téves elvárásokat ki kell hagyni. Azok veszteséget és csalódást eredményeznek. Hogyan legyél ismerős, már megszokott, mennyire legyél megszokott, és mi az, amit úgy tudj, mint senki más. Legyél olyan, mint mindenki más, hogy ne akkor kelljen felfedezni. És adj valamit úgy, ahogy senki más, hogy azt érezze a vevő, hogy ez az, mégis téged választ. Miért kínálod, amit kínálsz? Ha azt elfogadtatod, annak lesz eredménye, a pénz. Kiket célzok meg? Ezt az ábrát oly kevesen ismeri, pedig mindenkinek szembesülni kell vele nap, mint nap. A vevő különféle elfogadási szinttel rendelkezik, különféle személyisége van, az enyém is más, az önöké is más, és ez így normális. És amióta a világ-világ ez így volt és így is marad. Vannak, akik azonnal ugranak, az újítók. Vannak a korai elfogadók. Van a korai többség, a kései többség, a lusták. De erről itt most többet nem beszélek, de nagyon szívesen elmondom, hogy mi az, ami ebből még fontos és mit használhat. Ha a jövőben növelni akarja a forgalmát, és maximálisan ki akarja használni a marketing kampányait. Hogyan? Hogyan valósítom meg? Milyen funkciókkal érem el, hogy megmutassam a miértet? Milyen tartalmat adok? Hol adok érzelmi motivációt, és hol adok technikai adatokat? Milyen ajánlatokat készítek? Milyen promóciós programokat választok?
milyen konverziós csatornákat építek, milyen programokkal aktivizálom a vevőt. Hogyan? Milyen funkciókkal érem el? És erre nincsenek kőbe vésett szabályok. Legyen inkább nyitott, innovatív, merjen váltani és változtatni. Az időzítés sokkal fontosabb, mint a hibátlanság. Én magam is időzavarba kerülnék állandóan, vagyok időnként, hogyha addig csiszolgatnám ezeket az előadásokat, míg az utolsó betű, az utolsó szín is a helyén van. Találok ilyeneket az interneten, de erre nincs idő. A most hatalma van a gyakorlatban, az optimális, a vállalható szinten, amikor már vállalják és elfogadják tőlem, akkor meg kell jelenni. Most a most. Az mindent visz. Hogyan optimalizálom a honlapot? Kérdezik tőlem. Hát először is, melyik keresőbarát programot választom? Aztán hogyan optimalizálom a tartalmat? Háromszakaszos szövegterjedelem, az szerint, hogy a vevők melyik elfogadási csoportba, melyik vásárlói csoportba tartoznak. De 400 szónál ne legyen több, legfeljebb a technikai útmutató. Hogyan optimalizáljam a struktúrát? Oly sokat beszéltünk róla, ez a 3-as, 4-es, ez a két szám meghatároz mindent. Két-három útvonalat biztosítsunk konverziós csatornaként, és három vagy még annál is több célkonverziót, de ezt most itt megint nem folytatom tovább. Hát jönnek a többi kérdés, amire szintén válaszolni kell. Hogyan optimalizálom a Google keresőre? Hogyan helyezem el a Google analitikai kódot a weblapon, és mit követek? Hogyan mérem és értékelem a kapott adatokat? Mire használom őket? És hogyan készítem elő az egész rendszeremet, az egész kommunikációmat a Google kampányra? Nem csak a weblapot, mert az csak egy része. Hogyan optimalizálom a weblapot? Hát hármas egységben. Technológia, ergonómia, relevancia. Ezen belül hatos egységben. Biztonság, interaktivitás, tipográfia, SEO, design, sebesség. Újabb kérdések és felkiáltó jelek, amelyek korlátok, de biztonsági elemek is. A program rendszeres biztonsági frissítése kötelező. Csak annyi adatot kérje a felhasználóktól, amennyi a biztonságos ügymenethez feltétlenül kell. De annyit mindenképpen. Felhasználó vezérelt vagy felhasználó központú legyen a tervezés. Nem kell mindenkinek megfelelni, a statisztika igazolja az optimális megoldásokat. Best practice. A bevált eljárásokat kövesd a divatok helyett. Kerüld a felesleges flash programozást. Egyébként is goodbye flash, és éljen a HTML5. Az eljárások és a technológia célközönséget, és ne a programozó vagy a designer egóját szolgálják. Végre. Kerüld az irreleváns dolgokat. Ha eladni akarsz, csak a vásárlás folyamata fontos, de az nagyon. Hogyan navigálok? A gyakorlat megmutatja, hogy melyik navigációt tartják a felhasználók. A felhasználók a legjobbnak. Mindent kerülni kell, ami gátolja a szabad navigációt. Kerüld a felesleges találgatásra kényszerítő interaktív ötleteket. Gondolkodj egyszerű megoldásokban. Hogy nézzen ki? Milyen látványelemeket választok? Kinek szól? Mit üzen a megjelenés? És egyáltalán összhangban van a várható eredményekkel és a költségvetéssel? Tedd vonzóvá, de anyagilag is. Hogyan finanszírozzam? Mennyibe kerül a készítés? Mennyibe kerüljön a működés? Hogyan optimalizáljam a teljes működési költséget? Legyen gazdaságos a honlap. És add elérhető áron. De mit is? A cég termékeit és szolgáltatásait. A szolgáltatást, ami kiegészíti a terméket. Csomagküldő szolgálat, garancia, alkatrész, utánpótlás és így tovább. És a képzést. Használati útmutató, tanácsadás, tréningek, termékbemutatók. Ez a mit. Miért készítem? Milyen értéket kínálok? Hogyan teszem? Mit kínálok? Azokkal kötünk üzletet, akik ugyanazokkal az értékekkel azonosulnak, amivel mi is. Nem érdemes arra törekedni, hogy mindenki nálunk vásároljon.
mindenki, akinek szüksége lehet a termékeinkre. Ez túl sokba került.